Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban a Fine Food Boxnak a reggelizős adventi naptárát fogjuk kibontani. Ez része annak az ötös csomagnak, amiről már többször beszéltem, amit így együtt rendeltem, öt naptárat. Gyors, megmutatom a naptárat, mert ezt le kell raknom, baromi nehéz. Biztos vagyok benne, hogy nehéz termékek vannak benne, mert folyamatosan ki akarnak csúszni a dobozok, meg össze-vissza billeg a naptár, szóval oké, gyors, nézzétek meg, ilyen sima, egyszerű, sárga naptár. Ebben élelmiszerek lesznek, gondolom, illetve esetleg ilyen reggelizős italok, mondjuk tea, vagy kávé, vagy ilyesmi. Ez a naptár eredeti áron azt hiszem talán 80 euró körül van, de jelenleg 40-ért lehet rendelni. Ne is húzzuk tovább az időt, nézzük is, hogy mi van benne. Első nap egy 50 g-os trüffeles pesto van a Tartufátától. Nem tudom, nekem mondjuk ez nem kifejezetten egy ilyen reggelizős termék. Másodikán kókuszvíz van a Vita Kokótól. Mondjuk ez sem annyira reggeli nekem. 330 ml. Ami iszonyat furcsa és egyben kellemetlen az az, hogy a hármas dobozra van ráírva, hogy első advent. A tízesre pedig, hogy második, és így tovább. És idén első advent az december 1. Ez szerintem egy eléggé nagy hiba. Na, de viszont a termékünk harmadikán az tök jó. A Three Bears-től egy ilyen kis tároló üveg. Egész pontosan azt írja, hogy Overnight Oats Glass, ami nem tudom, hogy pontosan mit takar. Gondolom, hogy éjjelre úgy kell hagyni, mert itt beírja, hogy ennyi zabot tegyél bele, ennyi tejet és ennyi toppingot. Ez tetszik. Én szeretem az ilyesmit. Na ez tök jó. Negyedikén a Just Nosh márkától van. Water Lily Pops kókuszos és kakaós gluténmentes snacket ír. Hát nekem ez úgy néz ki, mint egy gabona pehely. Ötödik nap egy 50 ml-es termék van. Ez egy friss bio gyömbér rövid, hát spirituóz, azt írja. Hogy hívják ezt magyarul? Hát rövid ital, nem? Az Ingefer márkától. És rá is van írva, hogy 25% fol, szóval vol, és nem akarok hülyeséget mondani, szerintem az azt jelenti, hogy alkoholtartalom. És a spirituóz, az meg tényleg alkoholt jelent, ugye? Mert így nincsen ráírva sehol, hogy alkoholos lenne, vagy hogy terhesen nem szabad inni, vagy ilyesmi, de ez nekem nagyon úgy hangzik, hogy ez egy 25%-os 50 milliliter ilyen kis gyömbéres, szó szerint shot, reggelinek végül is jól indult tőle a nap. Hatodika, rá is van írva, hogy Mikulás nap. Itt a June márkától van Raspberry Date. Ez egy málnás bio datoja cashew krém. 200 gram. Hát legalább jól néz ki. Hetedikén egy 45 g-os fűszer tea keverék van. Nyolcadikán a Vitelliumtól van egy extra oliva olaj, 40 ml. Kilencedikén már megint egy olyan termék van, ami szerintem nem reggeli, ez a Svemától egy friss zöldség alap. 3 litert lehet belőle készíteni, ez egy 85 g-os doboz, vagy mi ez, üveg. Amúgy egy tök jó dolog, szóval mindenféle leves elkészítéséhez ez jó, de hát ez sem reggeli. Tizedikén a Haimat márkától van Espresso Martini. 16% alkoholtartalommal 50 ml. Ja, persze, itt a hátulján amúgy írja, hogy kell hozzá
jégkocka, föl kell rázni, és akkor bele kell rakni egy martinis pohárba. Jó, de nem reggelinek, könyörgöm. 11-én a My Crowd-tól van egy kenyér topping, szóval ez ilyen fűszer keverék, amivel meg lehet szórni mondjuk a vajas kenyeret, 20 gram. Ez mondjuk nem rossz. 12-én gin tonic van, de szerencsére alkoholmentes, uborkás, gyömbéres tonic ízű ital, 250 ml. 13-án a Kraft-tól van egy vad fűszer kúra, 150 ml-es, csalános löwenzahn, az azt hiszem pitypang, de nem vagyok benne biztos. Ja, ez valamilyen kúra, fel kell higítani vízzel, és akkor sporthoz vagy a reggeli rutinhoz lehet inni. És itt van rajta, ha jól látom, még egy... Ja nem, azt hittem kuponkód, de nem. 14-én egy 60 g-os fűszer keverék van tojás rántottához, a Spice Bar márkától. 15-én a Santa Maria-tól van egy Tex-Mex stílusú dip, szóval egy ilyen tunkolós krém, 250 g. 16-án a Pistache-től van kókuszos csokis mandula, fehér csokis egész pontosan. Kézzel pirították Berlinben. Maga a doboz nagyon jól néz ki, bár elég kicsi, ez 60 g. Na, 17-én végre tényleg ilyen reggelizős, tipikus reggelizős termék van Franciaországból, a Saint-Dalfour márkától, az egyik epres, a másik pedig narancsos gyömbéres, mind a kettő 28 g. 18-án az Odenwald márkától van Frucht Porridge, szóval gyümölcsös zapkása, zabos, almás, mangós, 190 g. Talán ez sem rossz. 19-én egy egész jó termék van, bár sajnálom, hogy nincsen ráírva, hogy mennyi koffein tartalma van. Az Ocha Ocha-tól Cold Brew kávé. Szóval, mi az a Cold Brew magyarul? 20-án a Molinari-tól van kávébab, de jó, kafé krema, 250 g. Hát szerintem ezt most már nem kell bemutatnom, ez szinte az összes Beauty Love adventi kalendáriumban benne van, 2x10 ml mogyoró szósz a karangától. Nagyon sok ilyen teszt terméket kaphatott idén a Beauty Love, hogy mindenhova beteszik. 22-es doboz nagyon-nagyon tele van. Hát ez hogy fér bele? A Three Bears-től porridge, szóval zapkása, fahéjas almás, tökéletes karácsonyra, és ez 400 g. Ja, és még mindig az orromban van ez a tök jó kávé illat, nagyon jó. A 23. dobozban csak egy ilyen papír volt, ez egy 25 eurós ajándékutalvány a Feinschmecker Shophoz. Még egy évig be lehet váltani, szóval tök jó, és nem írja, hogy lenne minimum vásárlási összeg, hogyha tényleg nincs, akkor ez egy tök jó dolog. És remélhetőleg nem 25 euróba kerül egy ilyen pici kis lekvár, vagy valami. És az utolsó doboz, 24-e, ebben a Just Spices-tól van finom természetes só. Na! Ennek örülök talán a legjobban az egész naptárból, mert ez rohadt hasznos, és még jól is néz ki, és jó nagy méret, 500 g. Azt írja, hogy föl kell rázni, mielőtt használod. Ja, mert hogy ilyen természetes só, és akkor gondolom kicsit így lerakódik, meg ilyenek. Ez szuper! És ennyi lett volna a Fine Food Boxnak a reggelizős
adventi naptára, amit nem hívnék reggelizősnek, mert kiszokott Tex-Mex stílusú tunkolóst reggelizni, vagy trüffel szószt, vagy zöldség alapot, illetve kiszokott, jó, oké, biztos vannak, akik martinis kávét isznak reggel, meg mi volt még, alkoholmentes gin tonic, meg volt még valami 25%-os alkoholos dolog. Oké. Amúgy az akciós 40 eurós árért szerintem ez egy abszolút oké naptár, aki egyáltalán nem szereti a beautyt, hanem mondjuk a hasát szereti, annak ezt abszolút tudom ajánlani, 40 euró tényleg megér, mert jó a választék, van tényleg mindenféle benne. Annyi, hogy én ugye tényleg nem hívnám ezt reggelizős naptárnak, de amúgy nem rossz. Írjátok le ti is, mint mindig, most is a véleményeteket kommentbe. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!